A mai videóban olyan animációs filmeket gyűjtöttem össze nektek, amelyekben néhány részt a készítők átalakítottak annak érdekében, hogy a különböző országok nézői még jobban tudjanak kötődni a filmhez, és ezáltal még élvezhetőbb legyen. Első a listán az agymanók. A film elején van egy rész, ahol Riley apja épp arra próbálja rávenni lányát, hogy megegye a zöldséget. A világon mindenhol a Riley előtt heverő étel a brokkoli, ami teljesen érthető, mert rengetegen utálják a világon. Egy országot kivéve, mégpedig Japánt. Japánban ugyanis imádják a brokkolit, így a film készítői ezt a részt újra animálták, ami csak a japán mozikban volt látható. Az ottani országban ugyanis a legutáltabb zöldség a paprika, így a készítők erre a zöldségre cserélték a brokkolit. Második, a Toy Story 2. Ebben a filmben van egy rész, ahol Buzz Lightyear épp egy beszédet tart társainak Woody megkeresése előtt. Az amerikai verzióban Buzz beszéde közben egy amerikai zászló van a háttérben az amerikai himnusz kíséretében. Azonban földünk többi országában a háttérben a beszéd alatt egy földgöm található egy olyan himnusz kíséretében, amit csak erre a részre írtak a készítők. Következő animációs film a listán a Repcsik. Ebben a filmben van egy karakter, akit Rochelle-nek hívnak. Azonban 11 másik országban neve és kinézete teljesen más. Oroszországban Tanyának hívják, Németországban Heidi-nak és Brazíliában Caroline-nak. Ahogy említettem, a nevek mellett a karakter színe is teljesen más az említett országokban. Negyedik helyen egy újabb rész az agymanókból. Ebben a részben Riley apjának a fejében vagyunk, aki épp sportról álmodozik. Egy földrészt kivéve a világ minden pontján ebben a részben a labdarúgás szerepel. Az említett kivétel Észak-Amerika, ugyanis ott nem a foci a legnépszerűbb sport, így az ottani verzióban Riley apja nem a fociról, hanem a jégkorongról álmodozik. Utolsó film a listán a hatalmas sikernek örvendő Zootropolis. Biztosan emlékeztek arra a részre, ahol épp a híreket hallhatjuk a kitalált ZNN csatornán. A baloldali karakter a világ összes verziójában ugyanaz, azonban a jobb oldalon szereplő karaktert más állatfajok testesítik meg néhány országban. Észak-Amerikában, Kanadában és Franciaországban egy jávorszarvast, Japánban egy mosómedve kutyát, vagy más néven tanukit, Ausztráliában és Új-Zélandon koalát, Kínában pandát és Brazíliában egy jaguárt láthattak a film nézői. Nektek melyik a kedvenc animációs filmetek? Válaszaitokat írjátok meg egy kommentben, és ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni és megosztani az ismerőseitekkel. Találkozunk a következőben, sziasztok!